Szerintem nagyon érdekes jelenség az, hogy nekünk itt nagyon sok mindent el kell felejteni ahhoz, hogy a Földön fizikális formátumokban működni tudjunk. Ismeretes, hogy amikor teste töltünk, nagyon sok mindent elfelejtetnek velünk, mondjuk így, tehát létezik. Az úgy nevezett születési amnézia, ami elvileg mindenkire hat, de nem mindenkire egyformán. Sokszor elmondtam már azt, hogy a, az anyagba kerülés szerintem lecsökkenti a rezgés szintet, és ugyanakkor a tudatállapotot is. Magyarán azt is mondhatnám, hogy valamilyen szempontból Elfelejtkezünk az eredeti minőségünkről, és hosszú időnek kell ahhoz eltelni, hogy megvilágosodjunk, és hogy nagyon sok mindenre elkezdjünk újra emlékezni, hogy nagyon sok mindent feltárjunk az önvalónkból. Úgy tűnik, hogy a fizikális létezés erre való, tehát én úgy gondolom, hogy pont azért jövünk ide, hogy végig járjunk egy utat, ami azt jelenti, hogy eme út során sok mindent kell felszínre hozni. Az, hogy mindenre vagy sok mindenre emlékezzünk, ez egy nagyon hosszú és bonyolult folyamat, tehát nem lehet néhány nap alatt elérni az önvalót, egy sokkal megvilágosultabb állapotot. Szerintem ezért kell itt évtizedekig jelen lenni, és akár sokszor-többször teste tölteni. Hiszen egy teste töltés nem elég ahhoz, hogy az ember mindent feltárjon és mindenre emlékezzen. Tehát ezért mondtam azt, hogy nagyon érdekes, hogy ez az úgynevezett születési amnézia milyen erősen hat az emberekre. De ez akkor igaz, amikor teste töltünk, idejövünk, tehát a fizikális formátumokra jellemző ez a fajta jelenség, vagy mondhatom azt is, hogy törvényszerűség. Tehát valószínű, hogyha csak szimplán, simán, szellemi létformában lennénk, és ehhez a rendszerhez nem kapcsolódna a testi forma, akkor maga az amnézia, mint olyan, nem is jönne létre. Tehát én azt gondolom, hogy szimplán szellemi szférákban, közegekben, vagy magasabb dimenziókban ez nem fogalmazódik meg, és ott valószínű, hogy tiszta tudattal lehet működni. De most persze jó kérdés az, hogy ha nincs fizikális test, akkor hogyan van tudatunk? Van. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem korlátozódik anyagra, tehát nem kell ahhoz fizikális forma, hogy egy lényegiségnek legyen tudata. A tudat szerintem egy nagyon tágas rendszer, és persze beszélni kell a tudat könyvtárról, amiről már elég régóta beszélek, mesélek, Sőt, én úgy emlékszem, hogy amikor elkezdtem ezt az egész munkát, 5 évvel ezelőtt, vagy hány évvel ezelőtt, igen, tehát amikor elkezdtem ezeket a felvételeket készíteni, 2017-ben, akkor az első adások között volt egy olyan, aminek az volt a címe, hogy Szellemi Agy Tudatkönyvtár. És arról beszéltem, igen, hogy hiába múlik el a test a forma, maga a szellemiség, a tudatiság, maga a tudat, mint olyan, mint rendszer megmarad, és hát ez szerintem ennek örök a létezése, a testeknek nem, hát ezt tudjuk, de amikor újra és újra teste töltünk, és a tudatunkra ébredünk szó szerint, akkor emlékezhetünk arra, valamilyen szempontból, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, mi az eredetiségünk, de ahogyan mondtam, ez nem mindenkinél egyformán Zajlik Ez a mechanizmus, mert vannak, akik igazából szinte semmire nem emlékeznek, akár a korábbi testetöltésükkel kapcsolatban, akár azzal kapcsolatban, hogy milyen, amikor mi csak szellemiségben foglalunk helyet, és ehhez a fajta rendszerhez nem kapcsolódik test. És persze szerintem arra is emlékezni kell, hogy a mostani testetöltésünkben mi a feladatunk, hogy tulajdonképpen miért jöttünk ide újra. Hát én az elemzések során ezt tárom föl, hát így is nevezem ezt a fajta folyamatot, hogy önvaló feltárás, hogy mi van a mi szellemi tudatkönyvtárunkban, hogy milyen információkat, ismereteket rejtettünk el, hiszen hát tudjuk azt, hogy nagyon-nagyon sok minden van, amit ugye a korábbi testetöltéseinkből hozhatunk, de szerintem a köztes állapotokból is. Tehát arról is beszélni kell, hogy mi van a köztes állapotokban, mert minden egyes testetöltés előtt és az előző úgymond hal áll után ott a köztes állapot, amikor és ahol szintén nagyon sok szerintem információ zajlik, nagyon sok mindent felvehetünk, és nagyon sok mindenről dönthetünk. Na most szerintem ezeket az állapotokat is kamatoztatni kell, vagy legalábbis jól lenne emlékezni arra, hogy emel köztes állapotokban mi zajlik. Erről vannak különféle tanulmányok, de én azt gondolom, hogy vannak olyanok, akik annyira nyitott tudatossággal érkeztek, hogy ezekre a kérdésekre tudnak válaszolni. Én a gyerekkoromban nagyon sok mindenre emlékeztem, például a korábbi testetöltéseimmel kapcsolatban, tehát le el tudtam mondani és le tudtam írni olyan helyzeteket, szituációkat, amelyeket annó átéltem más formákban, fizikumban, korszakokban. De ugyanakkor én gyerekkoromban már azt is tudtam, hogy felnőtt koromban mit kell csinálni, és én abszolút tudatosan készültem erre a vállalásra néhány éves korom óta. Tehát igen, és én nem felejtettem el az eredetiségemet sem, tehát erről is nagyon sokat beszéltem, hogy én igazából honnan származom. Tehát a mi otthonunk, vagy az eredetiségünk az nem a föld. Illetve azt mondom, hogy nem mindenki, mert akik magasabb rezgés szintekkel érkeztek az ő otthonuk, vagy származásuk, mondjuk így, az biztos, hogy egy sokkal magasabb dimenzió, és Persze sokan beszélnek arról, hogy a Siriusról például többen jöttek, úgymond többen inkarnálódtak a Földre, és emberi testekben mozgolódnak. Én is ezt gondolom, igen. Nyilván, hogy itt magasabb dimenziókról kell beszélni, magasabb rezgésszintekről és tudatállapotokról, Amire még a Földövő bolygó egyáltalán nem volt felkészülve, tehát ezért lehetett az, hogy már mondjuk gyerekkorunkban is nagyon furcsán érezhettük magunkat a Földön, mert itt nagyon alacsony szintű helyzetek fogalmazottak meg, és hát persze a mai napig, tehát a Föld még most is nagyon el van maradva, le van maradva, az aranykori állapotoktól nagyon döcögös helyzetek vannak, nagyon lassan alakulnak itt, tehát a különféle ügyek és helyzetek. Tehát igen, nyilván, hogy az is a feladat, hogy ezt a, az élő helyet valahogyan felzárkóztassuk, szerintem az energetikánkkal, tehát akik magasabb rezgés szintekkel érkeztek, ők valószínű, hogy az energiájukkal tudják emelni az itteni állapotokat, frekvencia szinteket, és az sem véletlen, hogy 80 óta emelkedik a bolygó rezgés szintját, valószínű, hogy akkor jöhettek ide olyanok, akik ezt a folyamatot beindították az energetikájukkal. De hát ugye már erről is beszéltem. Na most igen, tehát maga a születési amnézia, mint olyan, az nem mindenkire hat annyira erősen, hát például rám nem hatott annyira erősen. Én azt gondolom, hogy azok az emberek tudattalanabbak napjainkban is, akikre nagyon erősen hatott úgymond ez a, hát nem mondom azt, hogy butítás, vakítás, vagy felejtetés, nem tudom, hogy melyik jó szó, vagy melyik az, amelyik a leginkább ide illik. az is lehet, hogy mindegyik. Tehát igen, az anyag az biztos, hogy butít valamilyen szempontból, felejtett, és hát eltakarja a valóságot, a valódiságot. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az anyag a valódiság, hogy ami látszik, az az igaz, ami fizikumba tömörült, Hát az csupán néhány százaléka az igazságnak. Én azt gondolom, hogy a szellemi berkekben kell inkább kutatni, kutakodni, és hát ugye én így teszek, elég régóta így tudtam felszínre hozni 710 előadást egyelőre, és 4 millió karakternyi írást egyelőre, mert úgy tűnik, hogy ez a munka folyamatos, és hát persze, hogy lesznek még felvételek, és újabb és újabb témák. Tehát igen, nagyon érdekes az, hogy hogy sok mindent sok emberrel elfelejtetnek, és ugye főleg a, a korábbi testetöltésekkel kapcsolatban, hát nem tudom, hogy hány ember lehet jelenleg a Föld nevű bolygón, aki csak úgy szimplán önmagától, mindenféle technika, módszer nélkül emlékszik a korábbi testetöltéseire. Hogy ő mi volt, ki volt, és mondjuk legalább három-négy ilyen állapotot, fel tud sorolni, vagy korszakot. Hát én hármat, négyet biztos, hogy fel tudok sorolni, de ahogy mondtam, én ezt már gyerekkoromban is tudtam, éreztem, sőt azt mondom, hogy gyerekkoromban, hát sokkal több mindent tudtam szerintem, mint most, illetve, hát hogyha a gyakorlatot nézzük, akkor igen, olyan dolgokat is meg tudtam csinálni, amelyekre azt mondják, hogy ezek csodák, meg húha. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon különleges ügyek, de hát igazából, ahogy én mondtam, hogyha valaki magasabb rezgés szintről érkezik és gyakorlott, akkor ezek a, a, a cselekedetek nem számítanak szerintem annyira különlegeseknek, mert én azt mondom, hogy ezek természetesek, csak ugye, mivel a Földön nagyon alacsony szintek fogalmazódnak meg, persze, hogy itt furcsának fognak ezek tűnni. Na most azt is tudom, hogy nagyon nehezen fogadják el azt, hogyha valaki mondjuk magasabb tudatszintekről érkezik. Ez annyira érdekes, hogy itt a Földön az alakult ki egy olyan jelenség, hogy hát szó szerint mondhatom azt, hogy az emberek többsége nagyon Földhöz ragadt, csak az anyagot látják, csak azt hiszik el, amit látnak, és nem nyitnak egy centiméterrel sem tovább, nézik meg azt, hogy ott mi van, és akkor még ne is beszéljünk az univerzális dolgokról, ugye? <laughs> Na mindegy, tehát nagyon furcsa helyzetek vannak itt a Földön, nagyon lecsökkentett állapotok, nagyon zárt állapotok, nagyon döcögősek, nagyon sűrűek. És hát igen, én is látom és tapasztaltam azt az eddigi itteni pályafutásom során, hogy hát igen, sajnos nagyon nehezen előre mozdíthatóak az emberek egyrészt, másrészt meg meg nem nagyon hallgatnak azokra, akik magasabb szinteken rezegnek, mozognak, pedig ők pontosan azért jöttek ide, hogy az emelkedést elősegítsék. Tehát ő rájuk biztos, hogy nem hatott annyira a születési amnézia, nem véletlenül, mert nekik emlékezniük is kellett az eredetiségükre, és arra, hogy hogy ők honnan származnak, hogy milyen feladatuk van, pontosan azért, hogy segíteni tudjanak. Tehát nyilván, hogyha én is egy zártabb tudatossággal születek, és nem egy ilyen magas rezgés szinten, akkor most ezekről a témákról nem tudok beszélni. Persze ehhez az is kellett, hogy én igazából fiatalkorom óta folyamatosan tanulok, és képzem magam, és szereztem egyfajta rutint, gyakorlatot. Tehát, ahogyan mondtam, ez a vállalás tudatosan van és volt fölépítve, és persze most is. Tehát szerintem az a legcsodálatosabb, amikor az ember emlékszik arra, hogy ő kicsoda valójában, hogy mi a feladata, a missziója, miért vállalta újra a földi kaminót, ami nagyon nem könnyű, és lehet, hogy én mondjuk már még egyszer nem vállalnám, tehát most nekem, hát most már egy ilyen kép alakult ki bennem, hogy hát persze, oké, okay, segíthetünk, meg vannak itt jó ügyek, meg helyzetek, de azért hát a Földön helyet foglalni, azért az egy nagyon kemény ügy, és nem biztos, hogy még egyszer én már szívesen ide jönnék. De most beszéljünk a mostani állapotokról, a jelen helyzetről, hogy még itt vagyunk, és természetesen még dolgozni kell és alkotni. Hát jó kérdés, hogy meddig? Hát majd meglátjuk, hogy meddig kell itt lenni. De én nagyon úgy érzem, hogy magasabb tudatszintekben kell majd helyet foglalni, szellemi szférában, és szerintem előbb-utóbb ki lehet lépni az itteni nyögvenyelős helyzetekből. Hát nekem nagyon nagy vágyam, hogy ebből az egész rendszerből kilépjek és magasabb szinteken foglaljak helyet, mert Hát nagyon uh, avit ügyek vannak itt szerintem. És uh, igazából én azt látom, hogy vannak olyan helyzetek, amelyeken nem is nagyon lehet változtatni, és leszülethet ide 50 millió messiás is, és emeletik a rezgésszintet, és utat mutathatnak, és feláldozhatják az életüket. Nem tudom, hogy mennyire számít. Tehát az az igazság szerintem, hogy, hogy nagyon sok minden nem számít. Mármint olyan szempontból, hogy én azt láttam, hogy nagyon sok ilyen mentőakció van, nagyon sok jó indulatú ember van, akik tényleg szeretnének itt változásokat elérni, nagyon sokat tesznek, nagyon sokat dolgoznak, de tehát, olyan, mint a halottnak a csók tulajdonképpen. Úgyhogy ez a földi bolygó szerintem sok esetben menthetetlen, Hát majd meglátjuk, hogy mennyire lehet fölemelni az itteni rezgésszinteket, meg hogy tényleg át lehet-e kerülni majd egyfajta paradicsomi állapotba. Hát én nem tudom. Tehát néha úgy érzem, hogy fú, ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat lesz eljutni ideig, és nem tudom, hogy mennyi időnek kell még ahhoz eltelni, hogy a Földön valóban béke legyen, kiegyensúlyozottság, és hogy eltűnjenek a negatív erők, behatások. Mert hogy annyira régóta vannak már ilyen ügyek a bolygón, ilyen helyzetek, és annyira mondhatnám azt is, hogy az emberek beleszoktak már abba, hogy csak a rossz van, csak a negatív. Szeretet igazából szerintem a Földön nem nagyon fogalmazódik meg, 1-2 százalékban maximum, én ezt érzem, főleg a mai világban. Tehát nagyon sötét dologról kell itt beszélni. Igen, ez egy nagyon-nagyon sötét állapot, ami a Földön megfogalmazódik. Ennél sokkal fényesebb ügyek vannak, sokkal magasabb dimenziók, rezgésszintek ahol tulajdonképpen ilyen ügyekről nem is kellene beszélni, mert ez lenne a természetes, vagy ez a természetes. Úgyhogy nagyon furcsa a Földön helyet foglalni, hát főleg olyanoknak, akik nagyon tiszta tudatisággal érkeztek, hát ők biztos, hogy minden nap, minden percben fogják a fejüket, hogy mi van itt. Tudom, hogy nagyon sok ember nem bírja a földi kiképzést, a fizikális létezést, én sem mindig. <laughs> Persze vannak olyan ügyek, amelyeknek lehet örülni, és amelyek szépek, csodálatosak, de igazából, hogyha összességében nézem, akkor a Földről lévő helyzetek nagyon le vannak maradva. Tehát szerintem ez a legjobb szó. És hát ahhoz, hogy a tudatunkra ébredjünk, és sok mindenre emlékezzünk, ahhoz viszont meg nagyon sokat kell tenni. Tehát én azt mondom, hogy minimum 20 évet kell tanulni. Hát jó kérdés, hogy ki az, aki húsz évet áldoz az életéből arra, hogy egy ilyen hosszú úton és egy ilyen erős úton végigmenjen, hogy tanuljon, fejlődjön, hogy rengeteg anyagi dologtól vagy dologról lemondjon, mert hát tudjuk azt, hogy ezt másképpen nem lehet végigvinni. Szerintem nincsenek olyan túl sokan, akik feláldozzák az életüket arra, hogy. Hogy ezeket a tételeket kiássák, átadják. Ez egy nagyon komoly munka szerintem. És az is nagyon komoly ügy, hogyha valaki egy-egy testetöltést erre áldoz, és esetleg még önzetlenül is adja át ezeket a tételeket, mert tudjuk azt, hogy manapság önzetlenségről már nem nagyon lehet beszélni. Nem tudom, hogy egyáltalán még létezik ez a szó a Földi Bolygón. Biztos, hogy igen, mert tudom azt, hogy vannak olyanok, akik önzetlenek, meg adakoznak, meg próbálnak segíteni. Szóval nekik nagyon nagy tisztelet jár, az biztos csak. Csak hát, hogyha a nagy egészet vizsgáljuk, akkor hát szerintem ma már nem ez a mérvadó, vagy nem ez az, ami túlsúlyban van. És persze mindig nagyon jó kérdés, hogy megéri-e idejönni, jönni, teste tölteni, vállalni ezt a rengeteg nehézséget, fájdalmat, küzdködést, szenvedést, bántalmat, megaláztatást, úgy, hogy az ember ráadásul még önzetlenül ad, érdek nélkül, de lehet, hogy még így is belénk rúgnak, tehát persze, hogy ne, tehát ismerünk ilyen eseteket, hogy vannak olyanok, akik tényleg az egész életüket arra áldozták, hogy itt ezen a bolygón segítsenek, és hát, Nézzük meg, hogy mi lett az ő sorsuk. Hát ezeket az embereket általában ellehetetlenítik, vagy megpróbálják őket megsemmisíteni. Hát ezért kérdeztem azt, hogy érdemes-e egyáltalán itt a Földi Bolygón bármit is tenni, idejönni, testet tölteni, akkor, amikor azt látjuk, hogy nagyon nem változnak az itteni helyzetek. Vagy annyira lassan, hogy szerintem ez néha észrevehetetlen, nem tudom. Én sok dologban már nem hiszek, vagy nem bízok, amikben még annó igen. Persze, ahogy mondtam, én már gyerekkoromban is tudtam azt, hogy nekem mi lesz a feladatom itt, és én ezt csinálom, de hát, hát nem tudom, hogy mennyire, mennyire számít. Igen, vannak akiknek számít, de az én tapasztalatom az, hogy az emberek 80%-a hát nagyon el van térítve, nagyon durván el van térítve, és jó kérdés, hogy ők valaha rátalálnak-e az igazság útjára, ösvényére, és hogy ezen végig tudnak-e menni, és meg tudnak igazulni, vagy sem, hogy elérik-e a Krisztus tudatukat, az önvalójukat, a szintiszta tudatot. Hát jó kérdés. Nem tudom. Én nem, én nem, mindig gondolom azt, hogy igen, nem, nem, a tapasztalatok nem ezt mutatják igazából. Nagyon sok idő telt már el, ugye 2022-t írunk, és hát, tehát nem azt látom, hogy, hogy egy olyan irányba fejlődne ez az egész itteni rendszer, ami mondjuk egy isteni minőség, és ami a szeretetről, a békéről szólna. Hát nem, egyáltalán nem. Szerintem az itteni helyzetek, rendszerek, vagy maga az emberiség már nagyon-nagyon sok esélyt kapott. Szerintem rengeteget. Tehát végtelen számú mennyiségű esélyt. És én azt látom, hogy igazából semmire nem jutottunk, vagy jutottak sokan. Én sokszor érzem azt, illetve mostanában kezdtem el azt érezni, hogy hogyha valami nem változik, és hogyha, hogyha nem mozdulnak előre bizonyos ügyek, akkor ugye hát tovább kell lépni. Mondjuk én ilyen vagyok. Én a kapcsolataimból is sorra kiszálltam, mert tehát azt mondtam, hogy na jó, hát ez, ez ezek nem azok, amelyeket én keresek, vagy amelyek egy olyan szintnek lennének megfelelőek, ami egy nagyon erős szint, annál jóval, jóval lejjebb voltak ezek az ügyek. Nagyon, mondjuk úgy, hogy ilyen alantas dolgokról kellett beszélni, és most én azt látom, hogy a Földön is ez van. Nem tudom. Persze beszélnek arról, hogy jaj, hát ilyen, most már lassan elérjük azt a bizonyos csodálatos állapotot rezgésben, meg hát tartsunk ki, mert, mert most már lassan bedőlnek a negatív energiák. Hát igen, én, én is ezt a célt szolgálom tulajdonképpen. Hát a türelem az nagyon fontos szerepet játszik igazából ebben a történetben. És az, hogy az ember mennyire emlékszik a saját ö, valódiságára vagy igazságára, hát szerintem ez is nagyon fontos, mert, mert mert nagyon sok mindent lehet meríteni ezekből az állapotokból. Ugye az sem mindegy, hogy milyen sorsa vállalással jöttünk, hogy mit írtunk alá, milyen szerződést, itt ugye a karmikus szellemi szerződésről beszélek. Én ennek ismerem igazából minden egyes pontját, mert le van írva, le van rajzolva. Tehát én tudom, hogy milyen úton kell mennem, mit kell csinálnom, de ahogy mondtam, szerintem az emberek többsége erre abszolút de nem tudatos. Abszolút nem tudatos. Tehát valószínűleg ezért fogom azt a címet adni a mai adásnak, hogy sors amnézia, vagy soramnézia, mert nagyon sok ember a saját sorsára sem tudatos, elfelejtették azt, hogy miért jöttek ide, mi a dolguk, mi a feladatuk, és csak az anyagi behatást hagyják, csak a fizikumot erőltetik, és csak fizikális viszonylatokban akarnak gyarapodni, meg látszatban, látványban. Tehát igen, itt egy hatalmas nagy kirakat világ van, szerintem az egész bolygó az egy nagy kirakat tulajdonképpen, és az emberek egymás előtt mutogatják azt, hogy kinek milyen van, kinek milyen nincs, és hogy anyagilag ki mit ért el, vagy ki mit nem, és erről szól az emberek többségének tulajdonképpen az élete. De nem gondolom azt, hogy a Föld ezért lett kitalálva, mondjuk így, vagy megalkotva, nem hiszem, hogy a jó Isten ezt akarta látni, vagy ezt akarja látni napjainkban, hogy ki hogyan tud a másik előtt villogni, pozolni, stb. Tehát igen, és azt sem hiszem, hogy mondjuk itt csak a fizikai behatást kellene vizsgálni, az anyagi dolgokat, és itt nem csak a pénzről kell gondolni, vagy gondolkodni, nem csak erre az aspektusra kell gondolni, vagy asszociálni, hanem szerintem mindenre, ami, 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 a látvány, ami az anyag, ami mulandó, ami a hiába valóság. Tehát szerintem az a legjobb szó, vagy megfogalmazás, hogy a Földön rengeteg hiába valóság fogalmazódik meg. Az is lehet, hogy az itt lét ö, nagy része mondjuk így erről szól. Illetve hát azt mondom, hogy amit, amit az itteni emberek alakítottak ki. Mert ö, nem mond, tehát én, igen, nem mondom azt, és nem is gondolom azt, hogy, hogy a földi bolygó vagy létezés azért lett kialakítva, mert itt a hiába valóságnak kellene megfogalmazódni, de ez van. Tehát, amit mondtam, tehát igen, az embereknek át lett adva valamilyen szempontból az irányítás, én azt látom, hogy ezzel nem nagyon tudnak jól élni. Tehát nagyon rossz irányba mentek el a dolgok, szerintem sokkal jobb lenne, ha isteni irányítás lenne, akkor e, ilyen sok tévhit, hiába valóság, és alacsony szintű rendszerek nem fogalmazódnának meg, például nem lenne hierarchia a Földön, meg szerintem pénzrendszer sem alakult volna ki, nem lenne elidegenedés, tehát szerintem vissza kell adni az Istennek az irányítást, a felügyeletet, bár mondjuk az van, és azt, hogy az itteni helyzetek ne alantasabb szintekről működjenek, mert így soha nem jutunk előre. Tehát igazából szerintem erre a fajta minőségünkre is emlékezni kell, hogy mi ember rendszerben hol foglalunk helyet. Hát szerintem erre sem nagyon sokan emlékeznek, és az önvalójukra sem, hogy tulajdonképpen az ő eredetiségük az mi. Mondjuk fizikum nélkül, tehát hogyha azt kellene megmondani, hogy ö, mi lennék én akkor, hogyha ez a testetöltés, vagy a sok testetöltés nem valósult volna meg, és csak szellemi szinteken léteznék? Hát ugye milyen jó kérdés, hogy akkor az ember mit mondana. Tehát ö, nagyon hosszú időnek kell ahhoz eltelnie, amíg az ember mondjuk fölébred. És ö, ezt a fajta munkát folyamatosan csinálni kell, és végezni, hát ugye ugyan én is teszem, és egyre több téterre bukkanok rá, saját magamon belül, egyre több mindent hozok felszíre, és ezeket ugye én át is adom. Na most ugye, amit mondtam, tehát amikor megszületünk, vagy amikor testet töltünk, tehát maga a test már megfogalmazódik, már akkor elindul, vagy beérik úgynevezett, ez az úgynevezett születési amnézia. És nagyon sok mindent... Elhomályosítanak, mondjuk így, önmagunkon belül. Tehát igen, én azt gondolom, hogy ez egyfajta törvényszerűség, mert nagyon sok mindenre nem is emlékezhetünk. De akik nyitottabb tudatossággal érkeztek, ők igen, de ahogyan mondtam, szerintem. Direkt. Tehát ő nekik direkt van ennyi minden kinyilatkoztatva, egyrészt azért, mert valószínű, hogy ők el is bírják ezeket az energiákat és információkat, nem mindenki bírná, valaki megbolondulna ennyi információtól. Főleg akkor, hogyha ez mind egyszerre áramolna. Tehát ezért kell az idő. Azért kell az idő, mert anyagban vagyunk, mert a fizikum, mint olyan megfogalmazódott, és az anyag nem bírja el ezt a nagy dózisú energiát és információ áradatot, tehát szüksége van arra, hogy átalakuljon, és az átalakuláshoz meg idő kell. Igen, tehát a metamorfózis, ugye, hát ez egy nagyon fontos dolog, tehát mi folyamatosan átalakulunk, és szerintem az a dolgunk, hogy szellemi lényekké váljunk, ne ragadjunk bele az anyagba, de ahhoz, hogy mi szellemi lényekké tudjunk válni, ahhoz végig kell menni ezen az úton, és folyamatosan emelni kell a rezgés szintet. Hogy az anyag jobban bírja, úgymond ezt a fajta kiképzést. És ugye ez igaz globálisan is. Tehát ugye nem csak egyénileg emeljük a rezgés szintünket, hát már a kiemeli, hanem globálisan is elindult ez a fejlődési folyamat. Tehát valamilyen szempontból a bolygó is ébred, csak lassan. Nagyon-nagyon lassan. Tehát, ahogy mondtam, hát igazából én már gyerekkoromban is beszéltem olyan ügyekről, amelyek még csak most kezdenek el megfogalmazódni. Tehát mondhatom azt, hogy mondjuk 35 évvel ezelőtt én már, hát ezeket a dolgokat tudtam. Sőt, hát pff, igen. Szerintem a korábbi testet is tudtuk. Tehát nagyon-nagyon sok mindent tudhatunk, és nagyon sok mindennel úgy, úgymond fel vagyunk vértezve, csak hát idejövünk, és akkor tudatunkra ébredünk, elkezdünk ezekről az ügyekről beszélni, és amit mondtam, hát a legtöbb helyen ugye hülyének fognak nézni, és nem, tehát az a furcsa, hogy nem az fogalmazódik meg az emberek fejében rögtön, hogy jé, hát itt vannak olyanok, akik nagy tudásúak, magas szintekkel érkeztek, hát hallgassunk már rájuk, mert hát ők segíthetnek, meg megmenthetik ezt a bolygót. Nem. Az az első, hogy megfogalmazzák azt, hogy te hülye vagy, bolond vagy, nem-e világi vagy, és az miért baj? Tehát szerintem pont az a jó. Hát, hogyha jönnek olyan segítők, akik megpróbálják ezt a földet felvirágoztatni, nem értem azt, hogy rájuk miért nem hallgatnak, miért nem ezeket a tételeket követik. Hát számomra ez megdöbbentő, de hát, ahogyan mondtam, itt nagyon furcsa állapotok vannak ezen a bolygón. Nagyon el van térítve az igazságtól, nagyon durván. Úgyhogy itt igazából rendet tenni szerintem, pff, hát az, az, az a, a művészeteken is túlmutat már szerintem. Úgyhogy uh, szerintem az a legfontosabb, és azt gondolom, hogy igazából mindenki azért született a Földre fizikális testekben, hogy elkezdjen emlékezni. Mivel, ahogy mondtam, maga ez a születési amnézia megfogalmazódik. De pontosan ezért kell. Végigmenni ezen az úton, és minden egyes stáción fel kell venni valamit. De most ugye az is nagyon érdekes, igen, hogy maga a sors, mint olyan, a vállalás, a program is rejtve van az emberek előtt. Hogy milyen úton kell nekik végigmenni, sőt, mondjuk azt, hogy ők mit írtak alá. Tehát olyan furcsa, ugye, hogy aláírunk egy szerződést, egy szellemi szerződést, és annak minden egyes pontját ismerjük. Mondjuk azt, hogy ez a sors, amit most nekünk végig kell vinni. És mégis elfelejtik ez nagyon sokan, és nem emlékeznek rá semmire. Most mondjuk azt, hogy élünk itt mondjuk 60 évig. Most a 60 évnek minden egyes állomása, stációja, pontja ki van nyilatkoztatva önmagunkon belül és mégsem emlékszünk rá, illetve hát mondjuk én emlékszem, de ahogy mondtam, nagyon sokan nem emlékeznek, hogy ez mennyire furcsa, nem? Hogy valamit az ember megalkot, aláír, megbeszél, és utána pedig elfelejti. Mert az anyagnak van egy ilyen tulajdonsága, hogy elfelejtett, illetve én azt mondom, hogy ez egyfajta törvényszerűség, de ez sem mindenkire igaz. Tehát igen, nagyon Fontos dolog lesz most, amit kimondok: az isteni törvények sem vonatkoznak mindenkire. Nem, rosszul mondom, az isteni törvények ezek szerint nem vonatkoznak mindenkire. Illetve hát azt mondom, hogy vannak olyanok, amelyek nem igazán. Mert, mert például, amit mondtam, a születési amnézia, vagy eleve az, hogy itt nagyon sok mindent el kell felejtetni, nem vonatkozik mindenkire, mert vannak, akik nagyon sok mindenre emlékeznek. És be tudnak számolni a korábbi testetöltéseikről is, és arról, hogy most mi lesz a dolguk, és látják úgymond a jövőt, hát ahogyan én is, és akár 20-30 évre előre is megmondják azt, hogy mi lesz. Mert hát számukra ez a rendszer ezt kinyilatkoztatta. De szerintem csak annak nyilatkoztatja ki, aki közel van ehhez a rendszerhez. Viszont azért megtenni kell. De nagyon sokan ezért nem tesznek semmit. És soha nem is fognak. Hát a tapasztalatok ezt mutatják. Mert számukra ez nem fontos. Mert az emberek többsége azért él, azért kell fel minden nap, hogy anyagilag gyarapodjon. És hogy anyagilag még több mindent meg tudjon mutatni. Hát nem önmagából, mert ez nem az önmag, hanem hogy ő mit tudott összeszedni a Földön. Hát a szerző, birtokló, egoista én, illetve hát igen, mondjuk azt, hogy én által. Na most, hogyha itt csak ilyen felvilágosult, megvilágosodott lények lennének, hát annyira más lenne a Földön a létezés, és igazából szerintem akkor ilyen tételekről nem is kellene beszélni, mert ez tök evidens lenne. Na most tényleg nagyon furcsa az, hogy miért van az, hogy nagyon sokan elfelejtik azt, hogy mit írtak alá, hogy mi a sorsuk, mi a vállalásuk, meg hogy egyáltalán miért kellett ezt elfelejteni, vagy hogyha el is felejtették, akkor miért nem fontos az, hogy hogy egy ilyen úton elinduljanak, és hogy ennek a programnak minden egyes tételét föltárják. Egyébként szerintem a sors ö, fogalma, vagy mint szó, nagyon érdekes, mert benne van az, hogy sor. Vannak olyan előadásaim, amelyek kifejezetten arról szólnak, hogy hogyan alkottuk meg, hogy írtuk meg ezeket a sorokat, és azt is elmondtam, hogy szerintem a sorsunkat, vagy ezeket a sorokat főként rajzoljuk, és nem írjuk. Tehát igen, vannak szövegek is, tehát maga a kinyilatkoztatás így is lejön, de szerintem főként képekben jön, tehát a sorsunkat szerintem nem írjuk, hanem rajzoljuk. Tehát sorsrajzolásról kell beszélni. Inkább. Igen, tehát akik mondjuk. Arról beszélnek ugye, hogy milyen a sorsírás. Ők valószínű, hogy, hogy ezekről a dolgokról csak tanultak, meg elolvasgattak bizonyos ügyeket, mert hogyha valóban átélték volna, és valóban emlékeznének arra, hogy ez a folyamat hogyan zajlik, akkor tudnák azt, hogy itt inkább rajzolásról kell beszélni, mert ahogy mondtam, színes képek jelennek meg. Hát én gyerekkoromban színes képeket rajzoltam, képregényeket rajzoltam, a felnőttkori vállalásomról, annak a fő pontjairól, momentumairól, színekre pontosan, tehát, ahogyan mondtam, a sors, a vállalás, hogy az, amikor ezt az egészet megalkotjuk, az színes képek formájában jelenik meg inkább. Van szöveg is, persze, természetesen, de az nem annyira hangsúlyos, tehát inkább a, a kép az, ami ami hangsúlyos, és, és ezekre a képekre kell emlékezni. Igen, igen, ez szerintem nagyon fontos. És akiknél nem hatott annyira ez a fajta amnézia, ők nagyon-nagyon sok ilyen képet úgymond le tudnak hívni. Amiket aztán átadnak, lerajzolnak, mert ugye a lehívás, nem elég az, hogy én ezt lehívom, vagy ez megjelenik, hát le kell rajzolnom ahhoz, hogy meg tudja mutatni hogy mi van bennem. Mi tényleg olyanok vagyunk, mint a fényképezőgépek talán. Ezért volt az, hogy én már négy 5 évesen nagyon ö, nagy szerelmet éreztem a fényképezés és a filmezés iránt, és nagyon akartam egy fényképezőgépet már négy-öt évesen, a 80-as években hangsúlyozom, mert szerintem az ember pont így működik, hogy képeket vetítünk ki, azokat a képeket, amelyek tulajdonképpen a mi sorsunkat, sorainkat alkotják, de én azt mondom, hogy nem csak a miénket, hanem akár beszélhetünk itt a nagy egyetemességről, a földi létezésről, mások életéről. Tehát nyilván, hogy az én életemben sem csak az én dolgaim voltak, vannak kinyilatkoztatva, hanem azoké is, akik valamilyen szempontból hozzám csatlakoztak, tartoztak, és még ezután fognak. Tehát valamilyen szempontból szerintem itt egymás úgymond sorsáról is dönthetünk, vagy pedig egymás ö, ö, sorsát alakíthatjuk, vagy pedig ezeket a közös pontokat így egybe tehetjük. Tehát, hogyha vannak közös pontok, akkor nyilván, hogy egy sorson belül ezek meg fognak jelenni. Ahogyan eddig is, meg ezek után is ez így lesz. És ez igazából azért elkerülhetetlen, mert erre már igent mondtunk. Mert megalkottuk, mert energiát vittünk ebbe az egészbe. Hát ez szerintem az energiák szerepe nagyon fontos a földi létezés kapcsán. Igen, nagyon-nagyon sokféle energia fogalmazódik meg, és én azt gondolom, hogy ezeket a tételeket is energetikával írjuk, rajzoljuk, főként rajzoljuk. Tehát nagyon-nagyon sok energiát viszünk ezekbe a képekbe, elképzelésekbe, és így válnak láthatóvá. Így sűrűsödnek be fizikumba. Mondhatnám azt is, hogy ez a sors rajzolás, amikor egy elképzelt képet az ember besűrít, és fizikális formát tumba tömörít, és akkor az egy tükör lesz, és eme tükrök által, megnézhetjük azt, hogy hol tartunk. Igen, igen, igen. Tehát ezek a rajzok úgy működnek, mint a tükrök. Szerintem. Visszatükrözik azt, hogy mi mit képzeltünk el annó, és hogy most éppen milyen szinten tartunk, és hogy még mit kell megtenni azért, hogy ezt a vállalást teljesít mert igent mondtunk rá. De, ahogy mondtam, nagyon sokan nem emlékeznek erre a vállalásra, Mondhatjuk azt, hogy ez egyfajta sors vagy sor amnézia, mert nem emlékeznek a sorokra, amelyeket leírtak, megalkottak, amelyekre igent mondtak. Mert mindenre igent mondtunk, különben ez az egész itteni pályafutás el sem indulhatott volna. Tehát volt egy igen, vagy sok igen, amiből aztán létrejött a földi létezés, és halad, <laughs> folyamatosan halad, és folyamatosan úgymond fent van tartva, szerintem az igenek által, amelyek energiák, és ezek az energiák azok, amelyek működtetik az itteni létezést, meg a mi létezésünket is. A korábbi testetöltésekre, vagy a sokféle testetöltésre pedig azért van szükség, mert egy testetöltésen belül nem tudunk megvilágosodni, tehát nem tudjuk elérni a totális önvalót, az abszolútumot, és addig kell jönni, amíg ezt el nem érjük. Mert mi ezt akarjuk tulajdonképpen, csak hogy mondtam, erre sokan nem emlékeznek, hogy igazából ez a mi dolgunk, és nem az, hogy anyagilag gyarapodjunk, mert ha anyagilag gyarapodunk, és minél több mindent kebelezünk be, annál jobban lebutítjuk ezt a rendszert, és annál kevésbé fogunk emlékezni, a vállalásunkra, mert elnyomjuk ezt a teret, mert valami olyan dologgal töltjük meg, ami, ahogyan mondtam, haszontalan mulandó, és a hiába valóságról szól. Tehát nekünk ezt a teret, úgy mondom, pont, hogy ki kell ö, üresíteni, minél kevesebb anyagi behatással kell élni, mert annál tisztább lesz ez a közeg, mondhatnám azt is, hogy sallangmentes, és hogyha ez a közeg aura sallangmentes, akkor nem fogalmazódik meg benne blokk, és akkor így sokkal több energia fog áramolni, magyarán sokkal több információ, ismeret, és sokkal közelebb tudunk kerülni az Isteni minőségünkhöz. Hát ez a lényeg, ezért jöttünk ide, hogy mi visszataláljunk az Isteni minőségünkhöz, mert hogy ilyen is van. Sőt, hát igen, azt, azt is nem, hogy ez a fő-fő lényegiség az önvaló, az abszolútum, a tiszta tudatosság, ami egy magas szinten fogalmazódik meg. Szerencsére nem mindenkinek csökkent le a rezgés szintje. Hát valószínű, hogy ők azok, akik ma előadók, meg... Tanítók, mondjuk így, segítők, szellemi mesterek, ugye, akik emlékeznek a valódiságukra, közel tudnak menni az isteni minőséghez, mintához, és ezeket a tételeket átadják. Ők biztos, hogy szolgálattal lesznek jelen, ha alázatosak, és nem a profit szerzés lesz számukra fontos, mert tudjuk azt, hogy vannak ilyenek is, bár szerintem ők igazából. Nincsenek olyan közel ehhez a mintához, lehet, hogy sok mindent tudnak, de akkor ők azt tanulták, mert hogyha valaki közel van az isteni mintához, és így kapja meg ezeket a tételeket, mondjuk úgy, hogy vénásan, Úristen ez egy nagyon jó cím lesz most. Na, erről még lesz majd külön egy előadás. Hogy milyen az, amikor intravénásan kapjuk meg a, az isteni kinyilatkoztatásokat. Igen, Úristen ez egy nagyon jó cím. Igen, tehát ők valószínű, hogy ők szolgálattal lesznek jelen, mert tudják azt, hogy az anyagi behatás nem fontos, és hogy sokkal kevesebb anyagi dologgal kell élni ahhoz, hogy még közelebb kerülhessenek ez a mintához. Tehát ők nem lesznek ilyen harácsolós típusúak. Hát, hogyha valaki meg olyan, hogy minél több profitot akar, és százezrekért kínál mondjuk egy kétnapos kurzust, ott valami nem stimmel. Tehát ott ő valószínű, hogy nincs közele ehhez a mintához, mert ez a minta a szeretetről, az önzetlenségről szól, a szolgálatról, az alázatról. Hát nyilván, hogy ezt lehet tudni. Illetve hát nem mindenki tudja, de szerintem akik ilyen minőségben vannak, ők tudják, hogy most miről beszélek. Az alázat nagyon fontos, mert az alázat is rezgés szintet emel, és közelebb visz ehhez a mintához. Tehát én szerintem nekünk ez a legfontosabb dolgunk, hogy hazataláljunk e, humánumban, és amikor hazataláltunk e, humánumban, a mi e, isteni lényünkhöz közel, akkor hát az már egy nagyon fontos minőség lesz. És akkor már elérhetjük a megigazulás állapotát. Szerintem. De hát ugye erről a folyamatról az elmúlt 710 előadás kapcsán beszéltem. Itt most az a nagyon érdekes, és hát nem is azt mondom, hogy új kérdés, hogy mert ezek régi kérdések és felvetések, hogy nagyon sokan elfelejtették, azt, hogy mit írt a hogy az ő sorsuk miről szól, és itt nem csak a mostani testetöltésre kell gondolni, hanem valamennyire, sőt a köztes állapotokra, sőt azokra az állapotokra is, amelyek már csak ö, szellemi szinteken fogalmazódnak meg, mert igazából arra is emlékezni kellene. Tehát nem csak arra, hogy most mi van, hanem, hogy mi lesz ezután. Ha a létezés örök, akkor mi fogalmazódik meg az örökségben? Az én lényem, mint olyan, hogyan működik az örökségben? Tudom azt, hogy a legtöbb ember csak erre az életére tervez, de hát, hát ők azok, akik amnéziában szenvednek. Akik elfelejtették azt, hogy a létezés örök. És hogy sokszor itt voltunk már, meg még sokan jönni is fognak újra, meg újra. Tehát ezekről az állapotokról is beszélni kell, és ezekre is tudatosnak kellene lenni hogy hogyan építem fel ezt a programot, hogy milyen pontjai vannak, hogy a következő testetöltése milyen lesz, hát akinek lesz. Sok embernek lesz, szerintem. Tehát nagyon sok embernek vissza kell jönnie még. De vannak olyanok, akiknek meg már nem kell. De azokat az állapotokat is úgymond meg kell tervezni, és tudatosnak kell lenni arra, hogy az én sorsom, programom, vállalásom, misszióm, miről szól, a szellemi létformában, például nem csak a, a, a fizikális mi voltban, hogy amikor testet töltök, akkor mit fogok itt csinálni a Földön, és tovább mehetünk, mit fogok csinálni más dimenziókban, magasabb dimenziókban, mondjuk a 25-ben. <laughs> Tehát ezért mondtam, az, hogy ez egy olyan tágas kategória. Itt az örökkévalóságról és a végtelenségről kell beszélni, hogy ott mit csinálunk majd hogy hogyan építjük, fel ezt a programot, és hogy hogyan emlékezhetünk erre a programra, hogy mit kell tenni azért, hogy az ember több mindenre emlékezzen, és hogy ne hasson ránk ennyire ez az úgynevezett amnézia, ami jó kérdés, hogy törvényszerűség-e, vagy nem. Szerintem valamilyen szempontból igen, de ahogyan mondtam, nem mindenkire hat. Szerintem, akik közelebb vannak az isteni minőséghez, őrejük ez nem hat annyira mert eleve ez a rendszer azt akarja, hogy rájuk ne is hasson annyira. Mert itt kellenek olyan emberek is, akik felébredtek, és akik így jöttek ide, hát nem csak alvó, alvó állapotokra van itt szükség, hanem olyanokra is, akik vezetik a többieket, akik segítenek. Hát még jó, hogy ilyenek is vannak, mert ha nem lennének, atyám, hogy akkor itt mi lenne? Hát borzalmas állapotok fogalmazódnának meg, bár mondjuk így is. De azért szerencsére vannak olyanok, akik tudnak emelni a fényállapoton, és valamilyen szempontból tudják ezt a Földet húzni, vonni, és amiért elindult a rezgés szint emelkedés, különben szerintem nem indult volna el, és nem haladnánk, semennyire nem haladnánk. Ez a bolygó, úgy, ahogyan van, szerintem belesüppett volna valami nagyon sötét állapotba, masszába, bár mondjuk így is abban volt. De hát elindult egyfajta folyamat ami nem véletlen. És lehet, hogy ez az egész vanság létezés, és az itteni létezés, is majd elkezdem emlékezni a valódiságára, hogy nem jó az, hogy ilyen sötét állapotok fogalmazódnak meg, szerintem. Hát gondolom, hogy ezzel sokan egyet értenek, és tudom azt, hogy sokan tesznek azért, hogy emeljék a rezgés szinteket, nyilván. Nagyon sokféle technika van arra nézve, hogy ezt hogyan lehet megtenni, ezt én is, hogy ezeket én is csinálom, gyakorlom de ugyanakkor nyilván az is fontos, hogy a földrezgés szintje hol tart. Ezt is szoktam figyelni, és nagyon sokféle összefüggést találok, amelyeket ugye elmondok az előadások kapcsán. Tehát emlékezni kell. Szerintem csodálatos, amikor az ember egyre több ilyen emléket tár föl. Nagyon sok ahaélmény születik, nagyon sok apró megvilágosodás. Ezek boldogságot, katarzist okoznak. Tehát igen, tudatosaknak kell lenni a sorsunkra is, és uh, igazából annyi mindenre kell emlékezni, amennyit számunkra megenged ez a rendszer, mert tudom, hogy számomra sincs minden kinyilatkoztatva, tehát uh, azért uh, én azt gondolom, hogy nekem sincs minden megengedve. És én szerintem azoknak sem, akik magasabb szinteken foglalnak helyet, akik magas uh, rezgésekkel érkeztek. Tehát valószínű, hogy minden senki számára nincs kinyilatkoztatva, csak annyi minden, amire szükség van azért, hogy az ember be tudja járni ezt az utat. Viszont ezek a kinyilatkoztatások úgy működnek, mint a mankók. Tehát ezek főként, ahogy mondtam, rajzok formájában jelennek meg, vagy képek formájában. Ezekre azért van szükség, mert hogy az ember könnyebben. Át tudja úgymond vészelni az itteni helyzeteket, mert egyébként szerintem nagyon nehéz lenne enélkül, és azért, mert van viszonyítási alappont, és az ember meg tudja nézni ezt, hogy hol tart, hogy még mit kell tennie. Egyrészt, másrészt, meg, hogy ne menjünk tévutakra. Tehát én szerintem igen, ezek a képek tényleg úgy működnek, mint az ösvényen való menetel vagy gyaloglás, vagy megtérés. Mert ö, igen, tehát azért kell ez. Hát igen, az ösvényre ugye azért van szükség, hogy az ember ne tévedjen el. Igen, igen, igen. Szerintem, hát mondhatnám azt is, hogy ezek az előadások is eme ösvénynek a, a részét képezik. Tehát olyanok, mint valamiféle ilyen útjelző, hát nem is táblák, hanem ilyen ö, segéd, irányadó dolgok, helyzetek. Hogy merre kell menni. Ezek ilyen szellemi utak. Igen, én most határozottan azt érzem, hogy ezek az előadások, és főleg az, hogy 710 elkészült, ezek úgy működnek, mintha valamilyen ilyen ösvényen menne végig keresztve az ember. Tehát, hogy így, igen, de hát ugye ezek szellem, tehát szellemi ösvényekről kell beszélni. Én kitapostam egyfajta utat. Az én szellemi ösvényem az ilyen, és ez valahova vezet. Tehát én a hallgatókat, az olvasókat elvezettem valami felé, hát reméljük, hogy, hogy az isteni minta felé, a rend irányába megyünk menettelünk. Hát én afelé tapostam ki az utat, és szerintem rezgés szintben el lehet ideigérni. Hogyha ezeket a tételeket követjük, és persze mások is kitapostak különféle utakat, és máshol is megfogalmazottak különféle ösvények. Szerintem Jézus is erről beszélt, nem. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy igen. Tehát, hogy sokféle analógia lehet. És ma is vannak olyanok, akik ezeket a mintákat követik. És nagyon remélem, hogy minden ösvény Istenhez vezet. Nem minden út Rómába, hanem minden ösvény Isten országába vezet. Egyébként szerintem nagyon jó kérdés, hogy Isten országának mi a fővárosa. De hát ez most csak egy ilyen poénos kérdés volt, vagy felvetés. Egyébként lehet, hogy annyira nem is poénos. Hogy Isten országának mi a fővárosa? Vagy a mennyországnak? Mi a fővárosa? Hát Szerintem a mi belső központi magunk. Én úgy gondolom. De az a központi mag, ami ami a totális igazságot képzi. Nem egy olyan él, ami el van térítve. Egy teljesen makulátlan közegről kell beszélni, egy, egy olyan állapotról, amiben abszolút rend van, és uh, amiben százszázalékos. Emlékezés van, amiben tiszta tudat jelenik meg, nincs sallang, nincsenek káros behatások. Hát szerintem e felé menetelünk, a mi központi magunk felé, ugyanakkor persze megteszünk fizikális utakat is, de szerintem főleg a, a belső út fontos és az, hogy ne felejtsük el azt, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, milyen vállalással érkeztünk, és mit kell tenni azért, hogy, hogy hazaérkezzünk érzésben. Szerintem azok az emberek szerencsésebbek, akik nem felejtettek el annyi mindent. De ahogy mondtam, segíthetjük a felébredés folyamatát, én is ezt segítem, és biztos vagyok benne, hogy az elmúlt öt év alatt nagyon sokan felébredhettek eme előadások és gondolatok által, illetve azt mondom, hogy, hogy nagyon sokféle ilyen aha élmény születhetett. Tehát szerintem ezek a felvételek ezt segítik, hogy, hogy az emberek elkezdjenek emlékezni. Hát igazából ilyen visszajelzések jönnek, igen. Aztán persze mennek tovább, és másoktól is felvesznek, vagy felvehetnek ilyen információkat, Hát ez egyfajta változat, alternatíva, de sokféle van, ezt tudjuk. Én is nagyon sok olyan előadást hallgattam meg korábban, amelyek segítették ezt az ébredést. Aztán, amikor meg már eljutottam egy, eljutottam egy szintre, akkor nyilván, hogy a saját tételáimet kezdtem el kinyilatkoztatni, mert akkor már ez megvolt, és akkor már nem nagyon volt szükségem arra, hogy, hogy mondjuk másokat hallgassak. Amikor az ember eljut egy ilyen szintre, akkor úgymond lete leteheti ezeket a mankókat. Szóval jó tisztában lenni azzal, hogy, hogy nekünk miről szól a személyes sorsunk, vállalásunk, hogy ezek a sorok hogyan épülnek föl, hogyan kell őket teljesíteni, hogy milyen fizikális tükrökre van szükségünk ahhoz, hogy fejlődjünk, és hogy, hogy elérjük a megigazulás állapotát, mert szerintem ez a cél. Azt is mondhatnám, hogy ez az alap. Van egy olyan felvétel, ami kifejezetten a, hát a születési amnéziáról szól, ezt ugye így nevezik. Ez egy elég erős anyag lett, nem tudom már, hogy hányadik felvétel volt. Szerintem ezt is érdemes meghallgatni, a maihoz venni. Nagyon jó kérdés az, hogy miért van az, hogy az emberek többsége nem emlékezhet a soraira. Bár lehet, hogy ez sem igaz. Lehet, hogy emlékezhetnek rá, csak esetleg ők nem akarnak emlékezni, nem tudom. Mert vannak olyanok, akik nem akarnak. Tehát voltak már olyan emberek, akiknek felajánlottam azt, hogy, hogy segíttek és... Nem, mert nekik teljesen jó az, ami van. Tehát jó az, hogy, hogy robotolnak, hogy, hogy vásárolnak, hogy egy ilyen nagyon tudattalan életet élnek, nem is akarnak nyitni. Hát van olyan, akivel mondjuk 5-6 éve tartok kapcsolatot, mármint ilyen tehát ő egy mondjuk egy ismerős, vagy néha beszélünk, vagy sokszor beszélünk, és semmi. Tehát meg sem mozdul az illető 5-6 év alatt. De hát az ilyen emberekkel nem lehet mit kezdeni. Nem, nem, nem is akarnak megváltozni, nem is akarnak elindulni, nem is akarnak kutatni, fejlődni, vizsgálódni. Semmit, semmit. Csak ezt a szimpla, lecsökkentett állapotot, csökkentett üzemmódot akarják élni. Enni, inni, aludni, pont. Érzékkielégítéssel élni, kényeztetni kény, magunkat, tehát csak az anyag, csak a, a fizikális behatás, csak ez az elfelejtett, lebutított változat, és kész. Hát számomra ez megdöbbentő, de hogyan mondtam, szerintem, nagyon sokan nem fognak fölébredni, mert én azt gondolom, hogy aki mostara nem jutott el ide, nem is fog. Hát ez szerintem később sem fognak, mert nem is akarnak. Tehát azért, hogyha valakivel az ember mondjuk 5-6 évig foglalkozik, és nem jut előre, egy centit sem, hát nyilván, hogy az ember azt mondja, hogy jó, hát akkor ezt itt fejezzük be, azt menjünk tovább, nem? Tehát ez szerintem nagyon érdekes. Én azt gondolom, hogy ezért fogalmazódnak meg ilyen alacsony szintek a Földön. Tehát itt kollektívan kellene akarni a változást, a fejlődést és a felébredést. De ha ez nincs meg kollektívan, csak egyénileg, és egy-két ilyen tanító szaladgál itt ott a mód, ez nagyon kevés. Ez nagyon kevés ahhoz, hogy itt valóban olyan állapotok legyenek, amelyek az eredeti mintáról szólnak. Persze jó kérdés, hogy ki az, aki az eredeti mintában akar élni. Szerintem sokan nem, mert ahogyan mondtam, nagyon sokan csak inkább az anyagi behatásokkal foglalkoznak, és egyáltalán nem nyitnak semennyit. És ahogyan mondtam, szerintem nem is fognak. Vagy ha fognak, húsz év múlva, jó kérdés, hogy húsz év múlva itt mi lesz. Hát húsz év alatt, hát annyi mindent lehet elérni, akár néhány év alatt is olyan párfordulásokat lehet megtenni, hogy fú, nagyon sokat lehet fejlődni néhány év alatt. És nagyon sok mindenre lehet emlékezni. Pár év alatt nagyon-nagyon sok mindent felszínre lehet hozni. De ezt csak azt tudja megtenni, aki ezért tesz. És aki emlékezni akar. Hát nem is, sokan nem is akarnak emlékezni. Tehát azt mondjuk, hogy jaj, nem, nekik jó, hogy minden olyan van, jó az a zárt világ, kész pont. Nekem elég az, hogy naponta elmegyek a boltba, megveszem a kenyeremet, meg a nem tudom mit, hazamegyek, megnézek valami sót a tévében, és pont. Elég ennyi. 80 évig. Van, aki 80 évig így él? És semmi más nem vesz észre ebből a világból, semmit. Magyarán egy százalékon működik az ilyen lény. Egy százalékon. Egy százalékát tárja föl annak, ami itt van, egyetlen egy százalékot. De hát igazából mások helyett ugye nem lehet megváltozni, és mások helyett emlékezni sem lehet. Itt mindig azoknak kell segíteni, akikben van valamiféle hajlandóság. És én úgy gondolom, hogy ők itt vannak, jelen vannak, és dolgoznak, cselekednek, és hallgatják ezeket az adásokat, például, és persze mások előadásait is. Én azokat az embereket szeretem, akiknél látom azt, hogy ők erőfeszítéseket tesznek azért, hogy. Hogy itt valami átalakuljon, hogy ők is magasabb szintekre érjenek. És valószínű, hogy ők sokkal több mindenre fognak emlékezni, sokkal több mindent fognak kiásni, mert akarják, hogy ez így legyen. Tehát, ahogy mondtam, ez a fajta amnézia szerintem nem mindenkire hat annyira erősen, és azoknak van több minden kinyilatkoztatva, akik tudnak bánni ezekkel a tételekkel, akik átadják. Akik segítik a többieket, és akik magasabb, közelebbi szinteken fogalmazódnak meg, nem véletlenül. Ők pont ezért jöttek ide. Tehát ez volt előbb. A, a vállalás van legelőször. Hogy én mire mondok igent, utána van a testetöltés, a fizikális létrejövetel, és akkor, ha elkezdünk emlékezni erre a vállalásra, akkor ezt fogjuk tenni és akkor ezt végig is visszük, és teljesen mindegy, hogy ki mit mond, meg hogy milyen helyzetek, korszakok vannak, tök mindegy. A vállalás megvan, az igen megvan, és akkor ez a, úgymond ez a misszió végbe is megy. Tehát nem lehet letéríteni erről az útról. Mert hát erre mondtunk igent, és pont ennyi. Hát igen, szerintem ehhez hűség kell. Jó kérdés, hogy a mai emberek között hányan vannak olyanok, akik százszázalékosan hűségesek, akiket egyáltalán nem lehet letéríteni az útról. Egyébként pont tegnap olvastam egy nagyon csodálatos megfogalmazást, nekem nagyon tetszik. Azokról az emberekről volt szó, akik nem hazudtolták meg a hitüket. Na, ez a lényeg. Ezek az emberek nem fogják meg hazudtolni a hitüket, ahogyan én sem. Mert én folyamatosan teszem a dolgomat, pedig nagyon-nagyon sokan el akartak, vagy le akartak téríteni erről az útról, nagyon sok behatás volt, amelyeket úgymond le kellett küzdeni, és még mindig mennek ezek az előadások, még mindig tanulunk, fejlődünk, emlékezünk, még mindig nagyon sok mindent hozok felszínre. És még mindig vannak olyanok, akik megkeresnek, akik szeretnének valamit. Hát én azt gondolom, hogy egy jobb világot, és szerintem emlékezni ezért kell. Mert ha emlékszünk arra, hogy kik vagyunk, hogy miről szól az itteni létezés, akkor én azt gondolom, hogy ezt ki is lehet alakítani, de addig nem. Úgyhogy jó emlékezést mindenkinek a saját önvalójára, Ezeket a tételeket érdemes leírni, rögzíteni valahogyan. Minden nap érkezhet egy-egy ilyen információ. Mondhatnám azt is, hogy az életnek lehet ez az egyik értelme, hogy minden nap jön egy-egy ilyen információ. És ezekre szükség van, hogy eljussunk valahova. Mert mi mindig megyünk valahova. Vissza. A központi mag felé, ami a legfontosabb valódiság. Szerintem ez az igazság, és az ember pedig nagyon nagy igazságkereső.